A Városháza dísztermébe érkeztek a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület tagjai, hogy a területfejlesztés aktuális kérdéseiről tájékozódjanak. Csütörtök délután Navracsics Tibor gondolatait hallgathatták meg az ülés résztvevői. Ez nagy múltű egyesülete már Székesfehérvár civil és közösségi életének, és a tagjaink között vállalkozó gazdasági szakemberek, közigazgatási szakemberek ugyanúgy megtalálhatók, mint orvosok, jogászok, a kultúra különböző területéről érkező. Ez egy értelmiségi klub gyakorlatilag, ahol olyan aktuális kérdéseket szoktunk áttekinteni, ami az ország egészét, vagy városunkat, vagy környezetét érinti. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszélt az Európai Uniós forrásokról az ország egyes területeinek, a megyei jogú városoknak, a településeknek, a 2004 óta történt fejlődéséről, és arról, hogy 2025. január 1-től már egy megújult területfejlesztési politika lesz Magyarországon. Ennek a legfontosabb eleme, hogy a térségi együttműködések kerülnek a középpontba. Az új fejlesztéspolitikának az a célja, hogy a területi célokat, területi prioritásokat azonosítva a különböző profilú régióknak különböző profilú fejlesztési hangsúlyokat adjunk, ezáltal próbálva névre szólóan, személyre szabottan segíteni ezeknek a térségeknek a felzárkózásban, illetve azon térségek számára, mint például a közép-dunántúli térség is ilyen, amely nem felzárkózási gondokkal küzd, hanem inkább a versenyképességben kér további segítséget, az ilyen jellegű segítséget tudjuk megadni. A miniszter hozzátette, Székesfehérvár az ország egyik növekedési pólusa, amely jelentős mértékben járul hozzá a nemzeti össztermékhez. Ugyanakkor a városra leselkedő legnagyobb veszély, hogy Budapest alvóvárosává válik, ezért gondolkodnak egy Veszprém Ajka Várpalota Székesfehérvár térségben, hogy együttműködéssel új dinamikát kapjon a város, megerősödjön önállósága.